Újbuda önkormányzata több támogató szervezettel és alapítvánnyal összefogva az elmúlt években közel 1800 negyedik osztályos kisiskolásnak segített, hogy könnyebben megértsék a fogyatékkal élők világát, megismerjék valódi problémáikat. A Világnyitók, Jobb velünk a világ című rendezvényt idén dr. Tapolcai Gergely országgyűlési képviselő, a SINOSZ egyik vezetője nyitotta meg. Most vagyok először Újbudán ilyen rendezvényen, máshol már voltam. És Újbudán is voltam már a Prizmánál, és láttam, hogy és hallottam nagyon sokat az újbudai önkormányzatról, hogy ezen a területen nagyon erősek, és nagyon sokat tesznek a fogyatékos személyek érdekében, főleg érzékenyítő programok által, és most élőben is megtapasztalhatom ezt. És hogyha jól értem, 300 gyereket várnak a mai napra, és azt gondolom, hogy ez egy óriási szám. Ebből kiindulva mondhatom, hogy az országban több helyen is, és egyre több iskolai szintű program indul, tehát nagyon sok alapítvány, nagyon sok érdekvédelmi szervezet, sok önkormányzat dolgozik azon, hogy a gyerekekhez is eljussanak ezek az alapvető információk velünk kapcsolatban, hogy mire van szükségünk, milyen akadályokkal élünk, és hogy milyen akadálymentesítésre is van szükségünk. A rendezvényre érkező gyermekek egy kiadványt is kaptak, amelyben a képregények létező személyekről, fogyatékkal élő emberekről mesélnek. Mikor 7 évvel ezelőtt elindítottak ezt a programot, már akkor is az volt a célkitűzésünk, hogy Újbudán ne kerüljön ki úgy gyermek az általános iskolából, hogy ne találkozzon a sérült emberekkel. Én azt gondolom, hogy ők még abban a korban vannak, amikor nagyon nyitottan tudnak ehhez viszonyulni, és bízunk abban, hogy sokkal normálisabb felnőttek lesznek, és egy sokkal egészségesebb társadalmi kép alakul ki bennük ezáltal. 10 állomásos kalandtúrán vehetnek részt a gyerekek, aminek az a lényege, hogy különböző civil szervezetek vezetnek egy-egy állomást, ahol a gyerekek a különböző fogyatékosság típusokat ismerhetik meg. Ez tulajdonképpen egy tapasztalat alapú élménynap. Délelőtt is és délután is 10-10 csapat van. Kerületi negyedikesek kerülnek mindig meghívásra. A szemléletformáláson túl a szervezők felhívták a figyelmet a fogyatékos emberek világnapjára is, és színpadi programokkal színesítették az egész napon át tartó eseményt, amelyre idén az újbudai iskolákból 300-nál is több diák érkezett. Az iskolások a rendezvény támogató civil szervezetek, alapítványok állomásainál megismerkedhettek azok segítő tevékenységével, és maguk is kipróbálhatták, hogy mennyire más a fogyatékkal élők élete. A játékos feladatok során maguk számára bizonyíthatták, hogy nem lehetetlen, hogy egy fogyatékkal élő művészi alkotást hozzon létre, sportoljon, teljes értékű életet éljen. A gyerekek lehetőséget kaptak arra is, hogy megtanulhassanak kerekesszékkel közlekedni. Hát először még nagyon, hogy is mondjam, össze-vissza mentem, de utána rájöttem, hogy ha csak az egyik kézzel tekerem, akkor arra megy, ha a másikkal, akkor meg arra. Voltunk az agyagúzásnál, az nagyon jó volt, meg voltunk a labdásnál, meg a számítógépesnél. Nekünk ez az egyik elemünk az alapítványnál, hogy a gyerekeknek megmutassuk azt, hogy mi nem vagyunk másabb, csak másképpen élünk. És hogy ezt megismerik, azt gondolom, hogy játékos formájában muszáj ezt bemutatni, hogy ők a legnyitottabbak, legőszintébbek, és azt gondolom, hogy ha mi most beszélgetünk és játszunk velük, akkor későbbiekben nekik nem lesz ezzel probléma, hogyha találkoznak hasonló sorstársal.